Amint Pestre kerültem, kalandos utakon, de mindenképpen az volt a vágyam, hogy filmet készítsek, hogy filmes legyek, és aztán amikor bekerültem a filmgyárba, akkor egy nagyon-nagyon szemtelen módon bementem a nagy filmraktárba, a filmraktáros vezetővel, és kértem, hogy vegye ki nekem az Elégia című filmet, és akkor a hatalmas nagy vetítőbe a gépésszel megbeszéltem, hogy vetítse le nekem. Egyedül néztem az Elégiát. A gyártásvezető arra járt, az Elégia gyártásvezetője, meghallotta a Elégia? Nem tudok róla, hogy bárkinek nézni kéne. Bejött a vetítőbe, ott ültem egy szám magam, kérdezi, ki nézi az Elégiát? Mondtam, én. És kiadott engedélyt rá, na így kezdődött. És aztán hát az Elégia engem nagyon-nagyon megragadott, és hamarosan megismerkedtem Huszárik Zoltánnal, és nekem ő rengeteget jelentett. És aztán két kis filmjébe is voltam asszisztense. Melyikben? Melyik kettőben? Tisztelt az öregasszonyokban és az Apja cserében. De ott a sírkőre elfelejtettek kiírni. Lehet, hogy hosszú életű leszek. De nem baj, akkor is végigcsináltuk, és aztán a Csontváriba pedig. Hogy kerültél bele a Csontváriba? Ő kért fel. Igen. Hát semmi akkor már előtte két semmiféle ellenállás nem volt stúdió vagy mások részéről, hogy te legyél az asszisztense. Nem tudok róla. Arról, hogy amikor az Apja cserével ki akart vinni Olaszországba, mert ott is az asszisztense voltam, akkor az utolsó pillanatban ezt letiltották, mert a pártitkárnak kellett kimenni, úgyhogy. De az, hogy a Csontváriba valakinek lett volna, volt, biztos volt, csak én nem tudom. Hát tudunk róla ilyen történeteket, hogy híres színészek nem mehettek ki fesztiválra, és helyette a Húgarofi vezérigazgatója vette át a díjat, vagy valaki másik. Mondd, hát ez egy hosszan beszélhetnénk, legendás dolgok, hogy egy mondatban milyen volt a Huszárik Zoltánnal együtt dolgozni? Különös, érdekes, nagyszerű, nehéz, felemelő, dühítő, adott esetben, de mindenféleképpen megérte. Eleve sokáig készült a film? Sőt, már utána majdnem a Szimbádban is dolgoztam, mert amikor a Szimbád először indult, akkor én ügyelő lettem volna benne. A Szimbád leállt, ugye, bizonyos okok miatt, és amikor újra indult a Szimbád, akkor sajnos én már más nem értél rá. Viszont mindig nyomon követtem a Szimbád útjait, és amikor tudtam, beve segítettem oda is neki, mondjuk a zöldköves gyűrűt én szereztem meg ilyenek. És akkor hát bejártam a vágószobába, néztem, hogy hogy vág, mert nagyon érdekelt és izgatott. Tehát a Szimbádot abszolút nyomon követtem végig, ahogy ez készült. Úgy látom, hogy elhoztad magaddal a Csontvári technikai forgatókönyvét. Nem csak a technikai, hanem abban benne van. Hát ja, igen. Amik hozzá tartoznak. Pontosan még mellé. Igen, technikai és a diszpozíciós könyv. Te már a forgatókönyv írásnál ott voltál, vagy csak készen kezedbe kaptad mondjuk a valamelyik könyvváltozatot? A technikai forgatókönyv írásánál kénytelen voltam ott lenni, mert volt egy rövid időszak, amíg Huszárik Zoltán és én írtuk ketten a könyvet, mert a Császár Pista elhagyott bennünket. És az idő sürgetett, és hát már nagyon készen kellett volna lenni a könyvnek, úgyhogy otthon a Kolumbusz utcában ketten írtuk egy darabig. A hivatal segéd jött, és laponként vitte a filmgyárba, hogy sokszorosítani, stencilezni. Beállított Ág Pista egyszer, aki Huszáriknak nagyon, Ág Pista költő, aki nagyon-nagyon jó barátja volt, és gyakran átjött, belépett, azt mondja, ajjaj, itt nagy baj van, Mátis Lilla és a Huszárik írják a könyvet, dolgoznak, akkor már nagy baj. Mondhat, de ezzel ez is rövid ideig tartott, és aztán akkor jött a Dobai, igen, Péter, és ez is egy külön fejezet, hogy több írót elfogyasztott. Hogy a Császár Pista miért szállt ki? Ők akkor már nagyon régóta rágódtak ezen a Csontvárin, tényleg nagyon régóta, és hát nem szép volt az, ahogy eltávozott, és hát ezt a hosszú-hosszú rágódást, és hosszú, hogy hívják, hogy senki nem finanszíroztat, kapott egy forgatókönyv, és neki is valamiből meg kellett élni, ugyanakkor nem mentegetni akarom őt, de és akkor egyszer csak fogta magát, eltűnt minden szó nélkül.
És a Dobai Péterrel, aki folytatta, vele felhőtlen, gondtalan volt már az együttműködés? Hát a Péterre abszolút beállt a sorba, és korrektül dolgozott, és tette a dolgát. Csak egy egész más stílus volt. Tehát ő nem hagyta, nem csinált ilyet, nem hagyta cserbe az orgát. Még egy legendának a zárt dobozát itt fel kell bontanunk. Ugye a film elején is szerepel, hogy valakinek az emlékének ajánlja ezt a filmet a rendező. Ugye eredetileg annyira régen készült már rá, hogy Latinovi Zoltánnak szánta a főszerepet, aki 76. június 4-én meghalt. És a film végül is 1980. februárjában került a pécsi játékfilm szemlén a közönség elé. Tehát elég sok idő eltelt. Te találkoztál akkor Latinovicsal és Huszárikkal együtt a tervezés során, vagy ez csak egy ötlet volt? Sőt, a Szimbád során, a tervezés során, mikor ők Csontvári ügyben jöttek már össze és dolgoztak, sőt, ebbe a könyvben még van is olyan jelenet, amit Latinovics talált ki. Igen? De ez messzebbre megy vissza, mert először a császár és Latinovics kezdtek arról beszélni, hogy Csontváriról kéne egy drámát írni. És hát a Szimbád után, amikor a Zoltán, a két Zoltán nagyon jóba lett, mert először Szimbádra, nem is Latinovicsot akarta választani, de végül is őt igen, erről a múlt alkalommal már igen, volt a szó. És aztán ebből egy nagyon nagy barátság lett, és amikor a Zoltánt fölkérték, hogy csináljon a Csontváriról filmet, mert ez történt, hogy felkérték, akkor ő nem is tudott másba gondolkodni, mint Latinovicsba. Úgyhogy amikor Latinovics, és aztán akkor ők elkezdtek együtt dolgozni, jeleneteket kitalálni, Latinovics és Huszárik, na és ebbe császár is aztán belépett, és hát ezek ilyen nagy... De amikor ők így a forgatókönyv kitalálás fázisában voltak, akkor én még úgy nem voltam benne a dologban. Ma most egy nagyon szentségtörő dolgot fogok mondani, és így jár nyugodtan, szálljál vitába velem, ismerve nem csak a tényeket, hogy 76. június 4-én meghalt Latinovics Zoltán, de az azt megelőző szellemi, egészségi állapotát és a fizikai állapotát, hogy külsőleg egyáltalán nem hasonlított Csontvári Koszka Tivadarra. Most jön a szentségtörő állítás, ami a vászonra került, Icák Finci, véleményem szerint sokkal, de sokkal jobb Csontvári figurát mutatott és hozott nekünk. Aztán utolszínkről... Igen, ez igaz. Hát ugye egy bolgár színész, a Rajhona Ádám ugye a magyar hangja, az égre néztél, van erről történet. Az egy másik nagy tévedés. De ha nem értesz egyet azzal, hogy a Finci kívülről, fogalmazunk így, jobb Csontvári, mint lett volna Latinovics. Azzal abszolút egyetértek, de belülről szegény Finci nem tudott ezzel. Hát nem tudott róla semmit szinte, elolvashatott egy pár életrajzot meg a forgatókönyvet. És egy egészen más kultúrából jött, és egy egészen más kultúrán nevelkedett. Mire kezdte kapizsgálni, hogy miről van itt szó, az a film vége fele volt, és ott jó is az öreg, amikor már megbolondul, és ott jó is. De látszott, hogy ő is szenved, mert nem tudtak az Olival egy nyelvet beszélni, most nem az, hogy bolgár és magyar, mert ez volt a legkevesebb, a tolmács az tolmácsolt, azon kívül a Huszárik mindenkivel tudott beszélni, egyetlen nyelvet sem beszélt, de mindenkivel tudott kommunikálni. Tehát nem is ez a nyelvi nehézség, hanem a szellemi. Hát ugye a forgató, arról, hogy ki volt Csontvári, most itt nem tudunk ebbe belekezdeni, mert már tudom, hogy nem szalag van már a gépbe, és mindent föl tudnak venni. Erről talán majd a film után, de beszéljünk egy picit arról, hogy arról a forgatókönyvi ötletről, hogy amellett, hogy a film elmondja, hát sokan először fogják látni, Csontvári Koszka Tivadar életrajzát hézagosan, van egy másik vonulata, az ő szerepére készülő színész magánéletét is elmeséli, amely magánélet picit vagy nagyon emlékeztet Latinovics Zoltán magánéletére. Így van? Vagy nem? Zoltán életére, a Huszárik Zoltán életére, nem Huszárikére. Hogy ezt a kettősséget... Csak annyiban, amennyiben Latinovics Zoltán ugyanúgy megszenvedte a művészi alkotás
hogy mondjam, gyötrelmeit és mindent, mint ahogy ezt Huszárik Zoltán is. Ennyiben igen. De azok az elemek, amelyek mondjuk ott jelenetben is vannak, és hogy az anyjához ritkán jár haza, és hogy ezek bennem. Ez a párhuzamos két művész életrajz megvolt már eredetileg az ősváltozatban is, vagy közben alakult így? Hogy ez sima csontvári életrajznak készült, és közben jött ez, hogy... Miután, amikor felkérték Huszárikot, hogy csináljon Csontváriról filmet, akkor ő azt nem mondott rögtön igent. Ő minden filmjét úgy csinálta, hogy azt ő belülről jött, és arra készült hosszan. Ő nála nem rendeltek meg filmet, egyetlen jó filmje se megrendelt film. Azt mondta, jó, gondolkodom, miután hát ő maga is képzőművész is volt. Talán még ígéretet is kapott, hogy ha ezt megcsinálod, akkor utána megcsinálhatod a feleségem történetét. Ki tudja miért, hogyan, de végül is eldöntötte, hogy igen, megcsinálja, de egyet biztosan nem akar életrajzi filmet csinálni. Attól írtózott. Nagyon helyesen egyébként. Hanem ha valamitől elvállalta, valamitől izgatta őt, akkor az pontosan az alkotásnak a lélektana, művek megszenvedése, és ez húzott párhuzamot a gyötrődő színész, akinek meg kell alakítani a Csontvárit. Ettől jött ez a párhuzam. Nos, végül, mielőtt átadnánk a helyünket a filmnek, valamiről még előtte is kell beszélni, előtt majd utána talán bővebben. Fönt a előcsarnokba kimondtunk egy mondatot, hogy ez a film annak idején megbukott. És mi lenne ma a sors, ez a kérdés. 1980, említettem, februárjában volt pécsi játékfilm szemlén a díszbemutatója, és akkor volt egy ilyen csöndes békeidő, mert azt hiszem ősszel, szeptemberben mutatták be a Corvin moziba. Igen. És ez az volt is. 80 szeptemberében, és majdnem hajszál pontosan egy év múlva Huszárik Zoltán meghalt. Most ne beszéljünk itt betegségről, életkorról, 51. évében járt. Én egyszer leírtam ezt a mondatot, és ezt a mai napig vállalom, hogy abban, hogy ez a film megbukott, de nem csak, hogy simán megbukott, hanem olyan durva, már-már embertelen kritikai vélemények hangzottak el róla, amelyek nemhogy húsba, lélekbe vágóak voltak, és hogy hát szerepe lehetett az ő korai tragikus szívhalálában annak, hogy ez így történt. Azért nagyon, nem tudom miért, de nagyon rossz időszak volt, ezt még elmondom egy mondat, hogy Szász Péter egy hasonló bukás után elmenekült a filmgyárból, és elment újságírónak az Esti Hírlaphoz. Ilyen időszak volt 80-81-ben a magyar filmkritika és a filmgyártás között. Megbukna ma a Csontvári? Ez az utolsó kérdés. Az előbb azt mondtam neked azonnal, hogy igen, de nem tudom most ezt így eldönteni. Viszont az ő halálához nem csak a rossz kritikák járultak hozzá, hanem az a kompromisszum sorozat, amit kezdve attól, hogy ő fölvállalta a Csontvárit, végig kellett csinálnia. Na most ő nem egy olyan alkat volt, aki ő egy gyötrődő, vívódó alkat volt, és nem úgy dolgozott, hogy akkor azonnal mindig tudta, hogy mit kell csinálni. Kezdve a kezdetektől meghal Latinovics. Át kell állnia valaki másra. Megtaláljuk Smoktunovskit. Igen, róla nem értettünk. Itt volt próbafelvételem. Akkor kezd belenyugodni abba, miután Smoktunovski egy fantasztikus színész volt. Egyszer csak kiderül, rejtélyes módon, mikor már be volt tervezve a forgatások és minden, rejtélyes módon kiderül, egy rejtélyes táviratból, valahonnan a Szovjetunióból, hogy elfoglaltsága miatt a művész úr nem tudja vállalni. Igen, ezt helyette soha nem tudjuk, hogy ki küldte, honnan küldte. Nem lehetett megtudni. Akkor át kellett állni arra, hogy Smoktunovski nincs. Akkor kellett keresni valakit, akkor megtalálta Iszák Fincit,
aki a maga országában, Bulgáriában egy top színész volt, de keveset filmezett, és hát őróla már beszéltünk, hogy milyen nehézségek voltak ugye a forgatás során. Ez a sorozat, akkor a film a forgatások során is nagyon sok nehézség volt, és ezek már mind örölték föl közben az energiáját, és hát közben a magánélete sem. Hát sok országban jártatok eleve. Igen. Magánélete sem a legsimábban ment, sőt mondhatnám, hogy nem. Ott is bonyodalmak, nehézségek, és hát akkor a végén még ez a szinkron, egyszer csak ránk küldték a Vajda szinkronrendezőt egyik pillanatra a másikra, annélkül, hogy ezt előre az Olival megbeszélték volna, mert valahol valakik kitalálták, hogy az Iszák Fincit a Rajhónának kell. Jól értem, hogy nem Huszárik Zoltán rendező döntötte el, hogy ki fogja magyar, ki lesz a magyar hangja. És ezt az utolsó pillanatban. Úgyhogy a hangmérnökünk Sipos István is itt lenne most, ha nem utazott volna el, mert ő is nagyon szeretett ebbe a filmbe dolgozni, meg én ugyanúgy nem tudtuk, nekünk sem mondták meg, mert mi voltunk legközelebb a Zolihoz, ugye, igen, munkailag, ezért nem tudtuk, oda jön egyszer csak hozzám a Sipos István, és azt mondja, te, miért nem mondtátok meg, hogy itt a Vajdát küldik nekünk szinkronrendezőnek, és hogy a Rajhónnal. Mondom, te, én se tudtam. A Zoli is az utolsó pillanatban tudta meg. Na, ilyen kényszerek voltak. Hát, ilyen volt a szocialista filmgyártás. Lilla, köszönöm szépen a beszélgetést. Nézzük meg a filmet, és ugye itt maradsz köztünk, és szívesen folytatjuk. Ne engedj sokat beszélni.